Az augusztus 20-ai városi ünnepség Tamásiban az előző évek hagyományaihoz híven 2021-ben is az esti órákban került megrendezésre, ezúttal a Turmezei Erzsébet rendezvénytérre várták államalapításunk ünnepén az érdeklődőket. Porga Ferenc polgármester nagyvonalakban felelevenítette Magyarország történelmét, majd Tamási elmúlt évszázadairól is megemlékezett. Nemzetünk születésnapján, augusztus 20-án elsősorban annak örülünk, és azt ünnepeljük, hogy van hazánk, és vele van otthonunk is. Hazánkat és otthonunkat nagy elődeink tetteinek és áldozatos munkájának köszönhetjük. A dicső elődök közül is kiemelkedik államalapító Szent István királyunk. Miután a polgármester hitet és türelmet kért a jelenlévőktől, a következő évek fejlődéséhez Csibi Imre plébános kenyéráldása következett, aki hangsúlyozta, hogy augusztus 20-a nem csupán állami ünnep. Augusztus 20-a nem csupán állami ünnep. Nem csupán arról szól, hogy volt valamikor egy nagy király, aki államot szervezett, vagy éppen az egyház vonatkozásában egyfajta új egyházi rendet épített ki itt ezen a földön. A plébános áldása után Tamásiban a hagyományőrzésben élen járó Pántika Néptánc Együttes táncosai kínálták az új kenyeret a városi ünnepségen résztvevőknek. Elsősorban nagyon megtisztelőnek érzem, hogy a néptánc csoportomat is képviseltem ezen az eseményen. És hát eddig nagyon pozitív tapasztalataim vannak az egészről, az emberek mindig nagyon kedvesek. Most is mondták, hogy milyen szépek vagyunk, még külön le is fényképeztek bennünket. Úgyhogy jó élményeim vannak. A Turmezei Erzsébet tér megtelt érdeklődőkkel, ahol a városi megemlékezés mellett kulturális programokkal is készültek a szervezők. Az is hagyomány már, hogy ezt az ünnepséget egy olyan koncert követi, ami egy kicsit igazodik ebbe a tematikába. Az idei évben Pál Dénes és zenekara élő koncertjével várjuk a tamásiakat és a környékbe élőket. Úgy állította össze a műsorát a zenekar, hogy olyan régi nagy slágerek szólaljanak meg, amelyek igazán emblematikus magyar előadókhoz kapcsolódnak. Így azt gondolom, hogy egy kicsit az ünnephez is. A megjelentek számán is látszott, hogy a múltra való emlékezés, a hagyományok ápolása és az együtt ünneplés fontos a helybelieknek is. Augusztus 20-a a mi családunk életében dupla öröm. Egyrészt ünnepeljük Magyarország születésnapját, ünnepeljük Tamásit ilyenkor. Pál Dénes és zenekarának Járom az utam című nosztalgia koncertje emelte az ünnepi est hangulatát. Kicsit szomorkás a hangulat a pában, olyan szokatlan boldogtalanság. Kicsit megrázom magam, újra mindenről van. A színvonalas augusztus 20-ai városi ünnepséget Tamásiban a hagyományokhoz híven 2021-ben is tűzijáték zárta.